Sziasztok! Ismét egy elég lapos és sajnos vérszegény stream volt az eheti. Ismét csak kevésbé fontos dolgokkal foglalkoztak. Jövő hétre viszont már beígérték, hogy a storyról és az új küldetésekről lesz legfőképpen szó. Ez a héten szó esett az Apparel eventről. Sokan panaszkodtak ugyanis, hogy borzalmasan lehúzták a kulcsok esélyét, amit természetesen nem mertek bevallani. Ettől függetlenül persze megnézik, és persze majd csúnyiban állítanak is rajta, de majd jól azt csavalják be. Emellett tesztelnek új szerverfejlesztéseket is a ping és a találat regisztrálás javítására a konflikt szervereken, mivel azok külön vannak a többitől. Ha jól működik és a visszajelzések is jók, akkor a többi szerverre is kiteszik majd. Akinek kedve van, az már is ugorhat konfliktozni, hogy kipróbálja, ha egyáltalán észreveszi a különbséget. Változik az egész Shepard rendszer. Aki nem ismerné, ez az, amiben mások kisegítéséért lehet elismeréseket kapni jutalmat, azaz lootot nem, hiszen az egésznek az önzetlenségről kéne szólnia. A változás után kétféle elismerést kaphattok az XP csík feltöltése után, az egyik automatikus, a másik manuálisan érkezhet a játékostól, akit kisegítettek. Eddig ugye csak a manuális volt, emiatt sokan nem kaptak, mert a userek egyszerűen nem nyomtak rá. Most már biztosan fogsz kapni egyet, a másik pedig extrának számít, emiatt a szintek is változnak, másfélszer annyi pont kell majd a szintlépéshez, mint eddig, de elméletben így is gyorsabb tempóban lehet haladni. Visszatér az expedíció egy masteri rendszerrel kiegészülve. A story mód végigjátszása után megnyílik a lehetőség újra játszani normál, hard és challenge fokozaton, és mindegyik fokozaton van külön időkihívás, bronz, ezüst és arany fokozatért, amik mind több lootot adnak. Ha elsőre aranyszintet futod, akkor természetesen megkapod az összes alacsonyabb szint jutalmait is. Mindegyik időre menő küldetés fog kapni módosítókat is, például a megölt NPC-k gránátot ejtenek el, amikor meghalnak, a pirosok gyújtók, a lilák meg freget és hasonlók, ezáltal kicsit megváltoztatva a játékmenetet, és talán újra játszhatóbbá teszi. Magában az előtérben, ahol a hologramok halnak, nem számolódik az idő, így ide lehet visszahúzódni, pihenni egyet, vagy a veséseknek mosdószünetet tartani. Ezek az expedíciók nem állandóan lesznek elérhetőek, hanem eseményszerűen egy hétig él, aztán két hétig nem, kicsit talán a globál eventekre emlékeztetve, de persze kivéve most az elsőt, mert ez két hétig lesz. A master jutalmakat minden alkalommal egyszer lehet majd megszerezni, de arról például nem esett szó, hogy a módosítók változnak-e, szintén mint a globál eventben. Az update után két új küldetés is kaphat invédit státuszt, az eddigiekhez képest, az egyik az állatkert, ami ráadásul stronghold változik, a strongholdokhoz kapcsolódó jutalmakkal együtt, és a Camp White is lehet majd megszállott küldetés. Megszállott verzióban mindkettő útvonala változik, azaz kicsit más lesz, mint a normál verzió, érdemes lesz legalább egyszer kipróbálni valamilyen nehézségi szinten. Említettek pár forrást, ahonnan az új named itemek eshetnek majd, ugye ebből kb. 35-36 jön. Például az első alkalommal, amikor a Tidal basin végigcsinálod, bármilyen nehézségen garantáltan kapsz majd egyet, az első bármilyen hírói küldetésért is garantált lesz egy, ez nem hetente van, hanem úgy általában bármikor, szóval mindenkinek egyszer használatos opció csak. Emellé a híroi bossok is dobhatnak majd eséllyel named itemet az exotikusok mellett, ugye ez egy pull lesz, egyet fogsz kapni a kettő közül, de ez az arány elég alacsony, jó hír viszont, hogy a normál loot mellé kapható extrában nagyon-nagyon minimális eséllyel, Minden NPC bárhol dobhat némt itemet, és a nehézséggel valamennyire nő az esély is, de azért a lélegzeteteket ne tartsátok vissza. És ennyi volt az eheti szuper informatív stream. Sajnos ennyivel szolgáltak, így én sem tudok többe. Maximum annyival, hogy hétvégén lesz live. Pénteken sokatok kérésére megnézem a Destiny 2-t. Egyelőre csak az ingyenes részt, aztán majd meglátjuk a Shadow képet, meg a többi részt. Terben van egy kis Sea of Thieves is, ha a legénység, mert olyan is rég volt, illetve a szokásos Witcher Ring of Elysium vonalon még bármi megtörténhet. Ha tetszett a videó, bök a lájkra, like a szába a csatornára, és a hétvégén nézzetek be a twitch.tv per Danger-re is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!